1949-es megalakulása után idén lesz 70 éves a Budapesti Honvéd Sport Egyesület. A Honvéd Média a jeles évforduló megünneplésére a régi bajnokainkra való megemlékezés céljából beszélgetett el a BHS-e olimpiai érmeseivel, akik saját élményeiket elevenítették fel nekünk honvédos, sportsikerekben gazdag éveikből. Bevezetésként a projekt egyik ötletgazdája, a Budapesti Honvéd örökös tiszteletbeli elnöke Kunst Gábor beszélt nekünk a jubileumra készülő kisfilmekről. A Honvéd 70 önmagában az Egyesület 70 éves történetét kívánja feldolgozni a kezdetektől a napjainkig, amelyekben igyekszünk olyan dokumentum értékű mozzanatokat vagy megreálni, vagy feleleveníteni, ha van képi lehetőség, amely hülyen tükrözi az adott kornak a helyzetét, a hangulatát, és azokat a sportokat, aki miatt nagy lett a budapesti honvéd itthon, Európában és a világon. Ennek kapcsán kitaláltuk, hogy a ma még élő olimpiai érmeseinkkel is egy videós beszélgetést ejtenénk meg, ahol néhány percben elmondaná, hogy mit jelent számára a budapesti honvéd, miért kereste annak idején a honvédot, milyen érzés volt a honvédban sportolni, és mit üzen a leendő honvédosoknak, illetve a leendő honvéd bajnokoknak. Ma már több mint 40 sportolóval sikerült egykor és mostani sportolóval beszélni, és nagyon érdekes az, hogy az ember számára megelevenedik a múlt. Én, aki 55 éve vagyok a honvédnál, egy fő kivételével a 100 érmesünkből mindet személyesen ismerem. Sajnos ma már csak 72-en élnek közülük, de újra fiatalnak érzem magamat, és akikkel leülök beszélgetni, ők is fiatalnak érzik magukat, mint hogyha ma történt volna az a eredmény, amit elértek az olimpián, és ez nagyon nagy ilyen megható érzést gerjeszt az emberben. Hiszem azt, hogy akik fogják nézni a jelen fiataljai vagy a múltat ismerő emberek, azok ugyanúgy élik át ezt a dolgot. A kicsik, akik majd csak a jövőben lesznek bajnokok, azok pedig lendületet kapnak, indítatást azért, hogy a honvédre sportoljanak és a nagy elődöknek a nyomdokaiba tudjanak lépni.